Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Excellenciás nagykövet úr, tisztelt elnök úr, kedves vendégeink Európából és Japánból. Először is elnézést kérek, hogy ilyen szedett-vedett öltözékben állok itt Önök előtt. Egy 70 milliárdos beruházás, egy rendes konfekciós öltönyt legalább megérdemelt volna, de a dolog az úgy áll, hogy a folyó mellől jöttem, és oda is fogok majd visszamenni, ezért nézzék el nekem ezt, nem a tiszteletlenség jele. Mielőtt a gyárról mondanék néhány szót, engedjék meg, hogy először megköszönjem a nagykövet úron keresztül Japánnak azt a barátságot, amellyel kitünteti Magyarországot immáron a rendszerváltás óta. Szeretném emlékeztetni magunkat arra, hogy mind a két népnek van tapasztalata az elvesztett világháborúban, és van tapasztalata a tekintetben, hogy hogyan kell egy országot elvesztett háborúk után újjáépíteni. Következésképpen mind a két országnak van tapasztalata arról, hogy mit jelent a nemzeti összefogás. Mi már nem emlékszünk rá, mert fiatalok vagyunk, de a nagyszüleink a japánokhoz hasonlóan 3 év alatt újjáépítették Magyarországot egy példátlan nemzeti összefogás keretében, úgy, mint ahogyan ezt a japánok is megtették a saját hazájukkal. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, talán ez a közös történelmi tapasztalat is oka annak, hogy könnyen szót értünk egymással. És ha fejlesztésekről, beruházásokról van szó, aminek középpontjában mindig a munka és a munka iránti elkötelezettség áll, amelyben a japánok egyébként kiválóak, szót tudunk érteni egymással. Örömmel fogadjuk a Japánból érkezett beruházásokat, és ha jól látom és jól hallom, ők is szívesen ruháznak be Magyarországon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tatabánya egy erős hely. Ezt onnan lehet tudni, hogy a rendszerváltás után elég gyorsan talpra állt. Az előbb hallhattuk, udvariasan azt mondta a polgármester úr, hogy azok nehéz idők voltak. Hát tisztelt Hölgyeim és Uraim, azok nem nehéz idők voltak, hanem katasztrofális idők voltak Tatabánya számára. Nem csak Tatabánya számára, hanem a szocialista nagyipar többi fellegvára számára is. Nem lehetett tudni, hogy hogyan fogunk kikeveredni abból a helyzetből, Komlótól, Dunói városon keresztül, Kazincbarcikán át, Tatabányáig, amit a szocialista nagyipar összeomlása magával hozott. Az eredmények magukért beszélnek. Tatabánya ma egy modern város, Tatabánya modern ipar egyik magyar fellegvára, és Magyarország ismét büszke lehet Tatabányára, mert ha a jövőt valaki meg akarja ismerni, akkor jól teszi, ha kirándulást tesz itt Tatabányán. Ez nem azt jelenti, hogy ebben a városban ne lennének gondjaink, és végképp nem jelenti azt, hogy mindenkit földobna a pénz, de arról már biztosan beszélhetünk, hogy megvan a helye, kijelölte a történelem, meg a város vezetői ennek a településnek a helyét a jövőben. Ez lesz a modern magyar ipar egyik fellegvára a következő évtizedekben is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen öröm és büszkeség tölt el bennünket, amikor egy ilyen beruházás alapkövét letesszük, de azért egy mondat erejéig emlékezzünk meg arról is, hogy most több ezren dolgoznak a gátakon annak érdekében, hogy a bajt és a veszélyt elhárítsák. A nemzeti összefogásnak ismét egy szép példáját látjuk. Azt kell mondanom, hogy bár néhány árvizet és katasztrófát már átéltem önökkel együtt, miniszterelnökként is, de a legszélesebb és legodaadóbb, legteljesebb, sőt, leglelkesebb összefogást talán éppen most tapasztaljuk Magyarországon. Reméljük eredménnyel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen az árvíz az arról szól, hogy védjük meg azt, amink van, ilyen értelemben a jelenről szól. Egy beruházás alapkőletétele meg arról szól, hogy csináljunk magunknak egy jobb jövőt, az meg a holnapról szól, és hát árvíz idején sem szabad elfeledkezni a jövőről. Hadd mondjak néhány szót magáról a gyárról és a gyárral való együttműködésünkről. A excellenciás nagykövet úr elég világosan beszélt arról, hogy Japán számára ez egy fontos beruházás. Én szeretném elmondani, hogy a Bridgestone cég pedig egy fontos cég Magyarország számára. Bizonyára önök is a hírekből látták, hogy a világ legnagyobb vállalataival időnként úgynevezett stratégiai megállapodásokat kötünk. Nem régen kötöttünk éppen a Bridgestone nevű japán céggel is egy ilyen megállapodást. Azokkal a cégekkel kötünk ilyen együttműködési megállapodást, akik hosszabb távon itt akarnak maradni Magyarországon, hosszabb távon képzelik el az itteni termelést, és ezért garanciát jelentenek Magyarország számára, hogy hosszabb távon is munkahelyet fognak adni az itt élő emberek számára. Mielőtt idejöttünk volna erre a ünnepségre, megkérdeztem az európai vezetőjét a gyárnak, hogy mi döntött, mi szólt Tatabánya mellett. Miért döntöttek úgy, hogy éppen itt fogják bővíteni a beruházásukat. És két okot említett.
nem mondta, hogy titok, tehát kiadhatom. Az egyik röviden úgy fogalmazott, hogy a tapasztalat. És ez egy nagyon fontos mondat, amit mi magyarok gyakran lebecsülünk, mert ilyen túlgondolós, okos nép vagyunk, állandóan spekulálunk és előrefele gondolkodunk, és időnként ezért lebecsüljük azt az egyszerű tényt, amit egy vezérigazgató csak úgy nevez, hogy a tapasztalat. Vagyis a valóság. Vagyis az a tudás, amit eddig összegyűjtöttek. És azt mondta, hogy a tapasztalatuknak a legfontosabb része, a szíve közepe az az, hogy az itteni emberek jó minőségű munkaerőt képviselnek, és hogy ők most mondta, elkötelezettek. Elkötelezettek a tatabányai munkavállalók. Ha azt lefordítom magyarra az elkötelezett szót, akkor szerintem az két dolgot jelent, ha a munkáról van szó. Az első, hogy szorgalmasak, vagy akarnak dolgozni, a másik pedig, hogy fegyelmezettek, vagyis tudnak is dolgozni. Pontosan jól dolgoznak, és ezért mondta a vezérigazgató úr, ez volt a döntő érv, hogy éppen itt fogják bővíteni majd a termelésüket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a vendégeinknek mondom, ilyen összevetéseket ritkán látunk a nyilvánosság előtt, de ugye Magyarország hozott egy döntést 3 évvel ezelőtt. Európában az elmúlt 10 évben kialakult egy gondolat, ami szerintem tévképzett, és arról szólt, hogy az ipari termelés helyett a szolgáltató szektor fogja átvenni az európai gazdaságnak a vezető szerepét. Mi 3 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy ez egy félreértés. Magyarországnak az ipari termelését kell elsősorban fejlesztenie. Fontos a szolgáltatás, senki nem becsüli azt le. Ott is lehet szép pénzt csinálni, ott is lehet sok munkahelyet létrehozni. De ha nincs termelés, akkor nincs kinek szolgáltatni. Következésképpen ezért Magyarországból mi egy termelési központot akartunk létrehozni. Az adat, amire utalok pedig az, hogy ma Magyarország az európai országok rangsorában a második-harmadik helyen van, ha azt nézzük, hogy a teljes nemzeti össztermék hány százalékát állítja elő az ipar. Egy orrhosszal vannak előttünk a németek, és másfél orrhosszal a csehek, és ha tudjuk folytatni ezt a politikát, akkor 2 éven belül Magyarország lesz Európában az az ország, ahol a nemzeti össztermék legnagyobb részét az iparból, tehát a termelésből állítjuk elő. Szerintem ebben van a jövő, ebben van a tatabányai emberek jövője is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, persze most árvíz van, de azért összességében a dolgok jobban mennek, mint 20 évvel ezelőtt, ezért elfeledkezünk gyakran arról, hogy a japánok az első befektetők között voltak Magyarországon. Ugye bajban ismerszik meg a barát, ezt mindannyian tudjuk, és a 90-es évek elején, amikor az összeomlás volt, akkor Japántól mi nagyon sok diplomáciai segítséget kaptunk, az államadósság kezelésében segítséget kaptunk, és japán beruházások jelezték a világ számára, hogy nem elveszett térsége ez a világnak, hanem itt igenis lesz jövő. Úgyhogy ezért Magyarországnak jó oka van arra, hogy a Bridgestone-tól függetlenül, vagy azzal együtt Japán felé visszaemlékezzünk erre a 20 egy néhány évvel ezelőtti barátságra, amikor nagyon sokat segítettek abban, hogy Magyarország a modern világ részévé válhasson. És örülök annak, hogy ez ma sem változott, és kitartanak a magyar emberek mellett. Valamit a beruházásról, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a dolog az úgy fest, hogy ez bővítésnek mondjuk, de ha a számokat nézem, ez inkább egy új üzem építésével él fel. Amit én megtanultam, miközben készültem ide önökhöz, az, hogy egy 111 ezer négyzetméteres csarnok építéséről beszélünk. Most itt dolgozik mintegy 350 ember, és a bővítés után új munkásként meg fog jelenni itt több mint 500 dolgozó, mármint a 350-en fölül. Beszéltünk arról, hogy a kormány kereste és meg is találta a támogatás formáját, 2,7 milliárd forintot adtunk ehhez a beruházáshoz, annak érdekében, hogy ez az 500 munkahely létre tudjon jönni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az sem véletlen, hogy éppen egy autóiparhoz kapcsolódó beruházás megnyitó ünnepségén vagyunk. A járműgépgyártás és a gépkocsi gyártás egyik európai központja ma már Magyarország. Hamarosan, talán egy hónap sem telik el, és egy újabb gyárat fogunk átadni innen nem messze, ahol autókat gyártanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, összefoglalóan tehát nekem az a dolgom, hogy most itt végezetül köszönetet mondjak a dolgozóknak, köszönetet mondok a tatabányaiaknak, azért, hogy az elmúlt években végzett kiváló munkájukkal és annak minőségével lehetőséget adtak a befektetőknek, hogy itt egy újabb gyárat hozzanak létre. Szeretnék köszönetet mondani a befektetőknek, a japán barátainknak is, köszönjük szépen, hogy minket választottak és itt bővítik a termelésüket. Meggyőződésem, hogy a magyar gazdaság, bár messze van attól, hogy kiválóan teljesítsen, de jobban teljesít, mint korábban, és éppen ezért nyugodtan nevezhetjük Európa egyik legígéretesebb gazdaságának.
a Bristol pedig a világ egyik legígéretesebb vállalkozása. Jó házasság lesz ez. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm, hogy meghallgattak.